az, ami szuper fontos, ha a vitaminról beszélünk? Most felsorolhatnám az ABC-t, és várnám tőled, hogy emelj. Most ugye a legdivatosabb az a D-vitamin. Tehát nézessünk meg egy D-vitamin szintet, és orvossal, dietikussal konzultálva pótoljuk, hogyha hiány van. Na azért mondom, hogy konzultálva, mert látok néha olyan szinteket embereknél, hogy az extrém. Tehát olyanokat látunk, amikor dolgozunk sportolókkal, hogy az már tényleg a toxikus határát, a mérgező határát súrolja, mert benyomjak egy ilyen 10.000, 20.000, 30.000 nemzetközi egység D-vitamin. És erre semmi szükség nincsen, ez már önmagában egy rossz étrendkiegészítés. Mi a helyzet azzal a felvetéssel, hogy ezekben a teljesen egy alapfogy magas dózisú vitaminpakokban olyan vitamin párosítások is vannak, amik egymást nem tesznek jót, vagy nem jó egyszerre szállni őket. Ez igazából minden multivitaminra igaz valamilyen szinten, de még inkább igaz akkor, amikor mondjuk egy kálcium, magnézium, vas, réz, króm, egyéb ásványi anyagok, elemek egymás mellé kerülnek. És ez ténylegesen az van a legjobb, hogyha tudnánk bontani. Tehát lenne napszakokra vagy étkezésekhez csoportosítva egy tápanyag, vitaminpótlás speciálisan, de ezt nem szokták megcsinálni, és én a vitaminpakoknak emiatt ellene vagyok, mert nem tudom szétszedni, mert nem írják rá általában, hogy melyik micsoda, és beteszem egyiket a másik mellé, plusz a dózisok is akkorák, hogy némelyik már szerintem mérgező, vagy legalábbis ahhoz közeli, és azt mondom, hogy akkor ezt inkább ne, inkább teszek össze egy alapmultihoz, teszek még C-vitamint, meg D-vitamint, vagy valamit, vagy cinket, vagy valamit, amire szükség van, de ne tegyék nekem bele egy pakba, egy brutál erős, ilyen lórugásszerű valamiként, hogy erre mindenkinek 100 kg fölött van arra szüksége, mert ez nem így van. Tehát én nem vagyok ilyen pakpárti, bármennyire is sokan preferálják ezt, én abszolút nem. És mi nem támogatjuk általában ezeknek a szedését. Ennek az adagolásnak az az oka, hogy azonos mechanizmus szívja föl az adott tápanyagot, tehát mondjuk nem tudsz egyszerre ásványi anyagokból többféle fölvenni, mert valamelyiket fogja beköpni. Ez egymást kiüthetik, de az is probléma, hogy ezek nagyon sokszor gyógynövénykimondatokat tesznek bele, és nem érti az ember, hogy miért van vérnyomás problémája, amikor kétféle ginzeng kivonat van benne. Most mindegy, hogy a szibiri ginzeng ha megnézzük így a növénynek a származását, az nem ginzeng, de gyakorlatilag ugyanúgy egy serkentő stimulás gyógynövény, és beteszi a sima ázsiai ginzeng mellé, kóreai ginzeng mellé, és akkor ezek együtt úgy hatnak, hogy fölmegy a vérnyomása, ha erre érzékeny, vagy véralvadás problémák lépnek fel, mert úgy kombinálják ezeket. Tehát én azt mondom, hogy a pakkok azok nagyon kockázatosak tudnak lenni, pláne hogyha valaki csak úgy nyakra fűre szedi, és nem tudja, hogy ezt hogyan kellene szedni. Többször érintetted már ezt a kérdést, hogy a vitaminok túladagolhatóak, és vannak mérgező hatású anyagok? Hát a vízben oldaló vitaminok nagyon nehezen túladagolhatóak, a C-vitaminnál azért viszonylag könnyen elő lehet idézni ez a 3-8 gram, stb. Mennyiségeknél, ha felszívódik valamilyen hibapultán, mert azért egy telítődő rendszer, ha felszívódik, akkor azért elő tudunk idézni problémákat. Valószínűleg nem lesz halálos, meg nem lesz komolyabb esekásodás, de elképzelhető, hogy megjelenik egy kevés vér a vizeletben, vagy más probléma fölé. Egy zsírgondoló vitamint, D-vitamin, A-vitamin túl lehet adagolni. A D-vitamint a mai tudásunk szerint elég nehezen lehet túl adagolni. Ebben is nagyon szuper úttörő volt a könyvem. Tehát gyakorlatilag a hivatalos ajánlás megjelenése előtt egy pár nappal már benne volt. Azért a D-vitamint a magasabb mennyiségbe kell bevinni. És gyakorlatilag mi ezt már 2009 óta mondtuk, és 2012-ben lett ez egy gyakorlatilag hivatalosan elfogadott álláspont, tehát jóval megelőztük ezt a nézetet. De túl lehet adagolni még a D-vitamint is, A-vitamint pedig simán túl lehet adagolni nagyon könnyen, és ebből azért lehetnek hormonális problémák, vagy magzatkárosító hatás, hogyha valaki mondjuk nő és terhes lesz, akkor elképzelhető, hogy egy teratogén hatás, tehát magzatkárosító hatás, tehát A-vitamin túladagolás. Tehát én azt mondanám, hogy nincs értelme túladagolni. A másik felemben az, hogy leszabályozunk olyan folyamatokat, amelyek az edzéshez való alkalmazkodást elősegítik. Tehát egy C-vitamin túladagolással lehet, hogy nem fogunk úgy reagálni az edzésre, mint C-vitamin nélkül. És ez nem fog érdekelni egy testépítőt, aki tudom én 1000 mg tesztoszteronnal, meg növekedési hormonból X mennyiséggel nyomja magát, mert az a C-vitamin neki nem üt ki semmit. Egy átlag embernél, vagy egy élsportolónak, akinek ezt mérik, nem doppingolhat, ott viszont ki fogja ütni.
az alkalmazkodást, és nem fog annyira alkalmazkodni az edzéshez. Tehát soha többé C-vitamin. De mindig ez a meghatározható az a C-vitamin szint, ami még nem okozhat problémát, de szükség van? Ez egy vitatott kérdés, tehát én ezt nem evidenciaként mondtam, de vannak ilyen kutatások, mi nem látjuk annak a szükségét, és én nem látom annak a szükségét, hogy olyan 1000 mg fölé menjünk C-vitaminból. Nem az véd a fertőzések ellen, nem az véd az influenza ellen, hanem a D-vitamin, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint. Tehát teljesen értelmetlenül szedik a C-vitaminból a 4000 mg-ot, és mellette mondjuk nem szednek D-vitamint, vagy éjgyomorra szedik a D-vitamint reggel, aztán nem szívódik föl. Viszont a D-vitaminnak kapcsolatban is elmondtad, hogy tud. Hát nem kell egy dobozzal bevenni naponta, igen. Tehát, vagy nem kell olyat rendelni külföldről, ami mondjuk 10.000 vagy 20.000 nemzetközi egységes, és abból többeket bekapkodni naponta, mert a 10.000 az a limit, aminél már elég könnyen lehet túladagolni, lehetnek negatív hatások, tehát ezt ennél jóval lejjebb kell menni, de nem tudom megmondani, mert nem látom, akik olvassák, nézik, a könyvbe olvassák, vagy itt nézik, azok nem tudják azt, hogy milyen a D-vitamin szintjük, ha nem mérették meg. És nem tudják azt, hogy milyen hormonális problémák lehet, amiben beleszólhat ez a szedés, vagy egy véralvadásgátlót szednek, ami összeütközik a D-vitaminnal, ezért lesz mondjuk neki egy trombózisa, vagy bármi. Tehát ezek olyan szempontok, ami miatt fontos egy egészséges embernek is, de egy valamilyen betegségtől szenvedő gyógyszerszerelő embernek mindenképpen a dietetikussal konzultálja, mert azt mondja, mindenki szedjen x ezer nemzetközi egység D-vitamin, és meghalnak 5-en, mondjuk megnézték 100-en a műsort, és 5-en meghalnak, akkor az nekem elég kellemetlen. Tehát hát igazából azt nekünk is, mert ez egy 5%-os nézettség. Bár ha úgy kezdik el aztán terjeszteni, hogy ne nézd meg, mert minden 20. meghal. Horror film.